századik adás! Én eredetileg nem akartam mindenfélére készülni erre az epizódra, csak hogy mégis beszéljünk egy kicsit arról, hogy ez a századik epizód, de Dóra nem hagyta és vásárolt nekem mindenféle izét, hogy hát hogy mégiscsak ünnepi hangulatot kölcsönözzünk a mai napnak. És esküszöm, hogy amikor ezt az egészet elkezdtem januárban, akkor fogalmam sem volt arra, hogy hány epizódot fog megélni ez a történet. És bőven benne volt az is, hogy hogy 2-3 rész után kifullad az egész történet. Mert hogy azelőtt sosem csináltam ilyet, és igaz, hogy mielőtt belevágtam volna a vlogolásba, elkezdtem tesztelgetni ezt a műfajt, hogy mennyire megy ez nekem egyáltalán, mennyire élvezem a készítését, mennyire vannak ötleteim, de hát ameddig az ember el nem kezdi ezt gyakorlatba csinálni, addig fingja sincs az egészről. De megmondom őszintén, egyetlen adás készítése sem okozott akkora problémát és akkora fejtörést, mint ennek a 100. epizódnak az összerakása. És éppen ezért egy idő után fel is adtam, rájöttem, hogy nem kell túl ünnepelni ezt az egészet, hiszen ez is csak egy epizód, de úgy nézem, hogy ezt a tervemet nem sikerült hibátlanul betartanom. Úristen, mennyire messze van már az a január. És mielőtt belevágunk a mai epizódba, ami pont azért nem lesz túlságosan épületes, mert bizonyos értelemben nyomaszt ennek a százasnak a súlya. Szóval valószínűleg össze-vissza fogok mindenféle hülyeségekről beszélni. Nézzük meg, hogy mi történt január 1-e és május 19-e között. Hát nem pont május 19-e között, mert egy kicsit elő fogjuk elvágni a videót, de nézzük meg, hogy nagyjából mi történt eddig idén. Na, hát nagyjából ennyi a vlog első 4 hónapja. Sőt, majdnem 5 hónapja, majdnem 5. És őszintén tele voltam félelmekkel az elején, de az, hogy ennyire jól sült el a dolog, az főleg nektek köszönhető. Igen, mert a ti ötleteitek, gondolataitok és véleményetek volt az, ami folyamatosan tovább lendítette ezt a műsort. Ami dinamikát adott ennek az egész sorozatnak, és ami miatt a mai napig is nagyon nagy kedvel vágok bele minden egyes részbe. És van egy különleges ajándék is a mai napra, mármint hogy én kaptam egy különleges ajándékot a mai napra, és igazából nem a mai napra kaptam, hanem megjött már körülbelül 2-3 nappal ezelőtt, de mostanáig vártam a kibontásával. Várjatok! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Vámáruról értesítés FedEx, Magyarorsi Csaba. Külföldországból érkezett egy ilyen csomag. És nem vagyok 100%-ig biztos abban, hogy mi van a dobozban, de van egy elég komoly gyanúm. És hogyha az van ebben a dobozban, amit gondolok, akkor erre már jó ideje várunk. Az van benne. Igen, mert emlékeztek, talán valamikor januárban történt az, hogy elértük a 100 000 feliratkozót, ami nagyon sokáig hihetetlennek tűnt. Szóval amikor évelején belekezdtünk ebbe a sorozatba, voltunk körülbelül 85 000-en, aztán a következő hónap végére elértük a 100 000 feliratkozót, amit én nem is tudom, hogy mikorra prognosztizáltam a vlog előtt, de valamikor 2017 végére. Ehhez képest most 2017-nek még csak az első fele van, és már nagyon komolyan 140 000 fölött vagyunk, majdnem 145 000-nél, és hogyha ebben az ütemben gyarapszunk, már pedig hónapról hónapra nagyon jó ütemben gyarapszunk, akkor még az sem lehetett le, hogy idén elérjük a 200 000-et, ami nagyon-nagyon durva. És a franc se gondolta volna, mielőtt belekezdtem ebbe a vlogba, hogy ennek ilyen hatása lesz, hogy egy csatorna, ami igazából 10 éve létezik, létezget, mert hát alapvetően tartalom csak olyan 2-3 éve kerül fel rá rendszeresen, az egy ekkora lendületet kap ettől a napi sorozatról, és őszintén nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a kalandban, és remélem, hogy legalább annyira jól éreztétek magatokat, mint én. De most már ne dumáljunk tovább, hanem nézzük meg, hogy mi van ebben a dobozban. A play gombom. Hadd mondjam el, hogy sikerült elcseszni, szóval
az a név van ott, hogy Magyarósi. És amikor én jeleztem a YouTube felé, hogy lehetne esetleg a Magyarósi Csabát odaírni a Magyarósi felé, akkor visszaírtak, hogy nincs lehetőség változtatni a néven, az pontosan az lesz, ami a csatorna neve, már pedig az Magyarósi Csaba. Úgyhogy ne aggódjak, emiatt ott lesz a nevem. Na hát ez lett belőle. Mindegy, köszönjük szépen, majd az arany Play gombnál jobban kiállunk az érdekeinkért. Szereljük is fel a falra! Mondjuk ide a számítógép fölé. Használjunk célszer számokat. Csak én aggódok ilyenkor mindig, amikor elkezdek beverni egy ilyen szöget, hogy ne legyen kábel a túloldalon, vagy egy vezeték, egy elektromos vezeték. Köszi YouTube! És ha már 100. adás, akkor adjunk választ egy régi nagy kérdésre is, hogy mi ez itt a szék mögött. Mi ez a falnak támasztott két ajtó, még adok hozzá egy kis fényt is, hogy jobban látszódjon. Szóval ez két darab lift ajtó. A lépcsőházunkban körülbelül 2 évvel ezelőtt felújították a liftet, kapott mindenféle új fémajtót. Nagyon modern lett az egész, viszont elvesztette a régies báját. És ezeket az ajtókat ki akarták dobálni a francba, viszont Dóra lelkezt nem tudta megemészteni, hogy valami, ami ennyire régi, és itt körülbelül 70-80 éves ajtókról beszélünk, az az enyészeté legyen, úgyhogy felhozta ide a lakásba, és azóta itt van minden koszával együtt, hogyha megnézitek, mindenféle dolog bele van karcolva az ajtóba, amit az unatkozó utazók véstek bele. És alapvetően az a terv, hogy ide meg ide fotó kerül Dóráról, meg rólam, Annáról és Marciról, és akkor olyan lesz, mint hogyha a család utazna a liftben. De ezt a tervet körülbelül azóta dédelgetjük, hogy Marci megszületett, szóval. Szóval most már lassan 2 éve, de előbb-utóbb belevágunk. Úgy érzem, hogy most már nagyon-nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy végre oda kerüljenek a fotók. Na és akkor most a 100. külön kiadás örömére kezdjünk el válaszolni. A 100. külön kiadás az feltett kérdésekre, úgyhogy jöhet a Kunda Extra. Bosnyák Peti kérdezi, hogy az ismerőseim, családom, barátaim szokták-e nézni az epizódokat. Dóra feltétlenül, apu feltétlenül, a gyerekeim egészen biztosan nem. És van néhány barát, aki... van néhány barát, aki nézi, és van néhány, aki nem. De alapvetően igen, meglepően sokan követik nyomon, hogy mi történik nap, mint nap a vlogban. Meg kell Áron kérdezi, hogy a családom nem haragszik-e azért, mert hetente járok nyaralni. Szóval, hogy az az igazság, hogy ők pontosan tudják, hogy ez nem igazán nyaralás. Ha ez nyaralás lenne, akkor segbe rúgnának azért, mert folyton eljárkálok, viszont Dórának ilyen körülmények között eszébe se jutna eljönni velem. Hiszen tudja, hogy reggeltől estig forgatunk, és abban nem sok öröm lenne valakinek, aki nem forgat reggeltől este, hanem pihenni akar. Szóval nem ezért nem haragszik, de mindenkinek hiányzik mindenki egy idő után, és igazából, hogyha van bármi probléma ezekkel az utazásokkal, akkor az ez. Nem tudok eleget a családdal lenni. Megyeri Domonkos kérdezi, amikor mélyen vagyok, és megmozdulni sincs kedvem, akkor mi motivál, mi ad erőt, hogy csináljam és ne hagyjak ki egyetlen napot sem. Azt hiszem, hogy a 100 rész alatt volt ilyen időszakod is, mert mindenkinek vannak mélyebb pontjai. Nincsenek. Mármint nyilván nekem is vannak olyan napok, amikor elfáradok, és amikor inkább csak lógatnám a lábamat, de a tudatalattim nem engedi mindezt felszíre törni hétköznap, mert tudja, hogy amúgy is dolgoznom kell. Viszont hétvégén az ilyesmi nagyon rám tud törni, és akkor nagyon-nagyon-nagyon van kedvem lustrálkodni. Más kérdés, hogy van 2 gyerekem, és azt nem tehetem meg. Ébel Mátyás, ezzel a sorozattal mi volt a célod, ha igen, elérted-e? Nem volt semmi különösebb célom, esküszöm. Azért nem volt célom, mert azt sem tudtam, hogy mit várhatok ettől az egésztől. Az egyetlen célom talán az volt, hogy kipróbáljak valami újat, és kiderüljön számomra, hogy élvezem-e csinálni, és tudom-e csinálni. Csinálni heti 5 epizódot, kitalálni heti 5 sztorit, megvágni heti 5 adást úgy, hogy ne legyen unalmas, az egy hatalmas... Nézzétek, hogy hol telefonálnak? Valószínűleg a mobilom le van halkítva, és valaki azt gondolta, hogy ezen a számon hív fel, mert van egy ilyen vezetékes telefonunk. Hello? Na, vége a telefonnak, imádom ezt a régi telefont. Szóval ez egy igazi jó projektnek ígérkezett, és az a helyzet, hogy most, hogy csinálom lassan 5 hónapja, most is egy nagyon-nagyon jó projektnek ígérkezik, mert még most is kihívás, és nem hiszem, hogy ez valaha rutinná válik. Nekem legalábbis rutinra nem fog rutinná válni. Ahhoz ugyanis túlságosan macerás. Barta Balázs kérdezi, hogy volt-e olyan a 100 epizód alatt, hogy legszívesebben abba hagytam volna az egészet. Nem volt ilyen. Egy percig sem. Sok munkát csináltam eddig életemben, és abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ezek közül. Hogy ezek közül mindegyiket élveztem, de azt gondolom, hogy a vlog készítése okozza a legnagyobb örömet eddig az összes munka közül. Többen kérdezitek, hogy nem lesz-e közönség találkozós vlog. Alakul valami közönség találkozó, és hogyha lesz közönség találkozó, az tuti, hogy vlog is lesz egyben. Szarisznyó Ferenc kérdezi, hogy melyik volt a kedvenc vlog epizódom, nem tudnék kiválasztani egyet sem. Hát talán amikor kígyót ettem Shanghaiban, az egy nagyon jó rész volt. Amikor Dórával elmentünk a Playboyos gálára, azt nem tudom, hogy miért, de nagyon élveztem. És nyilvánvalóan azt, hogy gyökörködünk Robival szerte szét a világban, hát az is nagyon jó móka. Ivánkovics Kristóf kérdezi, hogy a jaskatírokat csak tasmakkal lehet-e agyon dobni, és lesz-e még róluk szó. Szerintem ők még valahol valamilyen formában visszatérnek. Van is egy ötletem, hogy hol és milyen formában, de ez még
titok. Zelena Patrik kérdezi, hogy hogy vannak eltervezve az évadok, lesz-e köztük szünet, vagy egyszerűen csak majd elindul a második az első után. Lesz szünet. De erről még korai beszélni. Varga Bianca kérdezi, hogy tervezek-e valamilyen változásokat a következő részeknél. Tervezzek? Legyen változás? Milyen változás legyen? Felszegi Áron kérdezi, hogy szerintem még hányszor száz adás lesz? Hát néhányszor száz még biztosan lesz. Sándor Szilárd kérdezi, most, hogy elértem a 100. részt, megkérdezi, hogy fárasztóbb ez az egész, mint gondoltam. Hát nem, nagyjából ennyire fárasztóra tippeltem ezt az egészet. Pont annyira fárasztó, mint gondoltam. Nézem a kommenteket, és kb. A közepe tájéken elkezdett mindenki arról érdeklődni, hogy mikor fogom befejezni most. Ez vagy arról szól, hogy szeretnétek, hogy befejezzem, vagy arról szól, hogy nem szeretnétek, hogy befejezzem. Melyik? Darabont Krisztián kérdezi, hogy melyek voltak azok az epizódok, amikben úgy éreztem, hogy valami fontosat teszek a városomért, vagy a családomért. Azt gondolom, hogy látom valahogy a világot. Van egy határozott véleményem a világról, van egy határozott véleményem arról, hogy mi megy jó irányba, és mi megy rossz irányba. És ezt a véleményt akkor is próbálom képviselni, hogyha ezzel nem vagyok mindenki előtt népszerű. Egyáltalán nem törekszem arra, hogy mindenki előtt népszerű legyek, és még kevésbé törekszem arra, hogy hát, hogy simulékony legyek. Sosem voltam simulékony. És azt is gondolom, hogy ha az embernek van 140 ezer feliratkozója, akkor az jár valamiféle felelősséggel. Akkor annak nem csak arról kell szólni, hogy én dobálom kifelé azt a tartalmat, ami a lehető legtöbb embernek tetszik, mert én nem a lehető legtöbb embernek akarok tetszeni, hanem egy olyan közönséget akarok, akikkel együtt értéket tudunk létrehozni. És ebbe az értékbe beletartozik az is, hogy elviseljük egymás véleményét, akkor is, hogyha az nem egyezik. És ebbe beletartozik az is, hogy olyan témákról is beszélek, amik nem feltétlenül népszerűek. Mert biztos, hogy egy pornós videójátékkal hatalmas kattintásszámot lehetne elérni, ahogy időnként el is érünk vele. De amikor olyan problémák vannak az országban, mint a gyermekéhezés, akkor azt gondolom, hogy ez az a felület, ahol lehet ezekről a problémákról beszélni. És nyilvánvalóan nem kell éjjel-nappal siránkozni, hiszen egy csomó jó dolog is történik a világban, és én aztán észreveszem ezeket a jó dolgokat, de közben nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy nem mindenkinek annyira jó. És igenis ezekkel a problémákkal foglalkoznunk és törődnünk kell. Úgyhogy én próbálom mindegyik epizódot többé-kevésbé hasznossá tenni valamilyen értelemben. Különben az egész borzasztó öncélú lenne. Ötvös Zsolt kérdezi, hogy mennyire vagyok elégedett azzal, hogy most tartok a videózásban, és van-e még hova fejlődni. Persze, hogy van, mindig van hova fejlődni. Balogh Anika azt kérdezi, hogy Marci jobban alszik-e, mert nem alszik jobban. Szász István kérdezi, hogy miközben több ezren követnek, hogy lehet az, hogy minden videóm alatt 25-35 dislike van. Azt szerintem tök kevés. Én nagyon örülök annak, hogy 20-25-30-35 dislike van a videók alatt. Azt gondolom, hogy bőven utálhat engem 35 ember, sőt több száz, sőt akár több ezer ember is utálhat. Ahogy mondtam is, én nem törekszem egyáltalán semmiféle általános megfelelése. Nincs bennem ilyen kényszer, és hogyha van egy ilyen fasz a közönségem, mint amilyenek ti vagytok, akkor egyáltalán nem zavar, hogy van egy csomó ember. Hogy van egy csomó ember, aki inkább a fenébe küldene el engem, sőt igazából örülök is neki, hogy a csatorna nem annyira semmilyen, hogy nincsenek diszlájkok rajta. Géza, Dóra unokatestvére is feltett egy kérdés, de egy iszonyat baromságot, amit nem vagyok hajlandó felolvasni. Lényeg az, hogy javasolja, hogy az unalmas epizód számozásomat azt dobjam fel azzal, hogy római számokkal, és egyéb módon fogom jelölni. Köszönöm, Géza, te vagy a legnagyobb troll a csatornán, és egyszer kimaradsz a dobásból. Na hát, nagyjából ennyi kérdésre válaszoltam, ne haragudjatok, nem tudok mindenkinek válaszolni, de hát az a helyzet, hogy érkezett összesen 140, nem, még több. Érkezett körülbelül 150 kérdés, nem lehet mindegyikre válaszolni, és egyik érdekesebb volt, mint a másik, de az az igazság, hogy ezt az adást sem nyújthatjuk 100 percesre. Szóval gyerekek, nagyjából ennyi. Lássuk a mostani tanulságokat, és mindazt, amit a mai adás után levonhatunk tanulságként. Eljutottunk a 100. adásig. Aminek én őszintén nagyon örülök. Most, hogy nagyjából 145 ezeren vagyunk itt a csatornán, megjött igaz hibás felirattal a 100 000 feliratkozót bizonyító play gombom. Nem, nincsen még vége az első szezonnak akkor lesz vége, amikor megcsinálom az utolsó epizódot 2017-ben. Nem, a vlognak sincsen vége, 100 epizóddal még nem ússzátok meg. Igen, van bennem fejlődési szándék, és azt gondolom, hogy ti is megérdemlitek, hogy napról napra jobb tartalmat kapjatok. És igen, bőven van is ötletem arra, hogy mi mindent lehet még belezsúfolni ezekbe az adásokba. Nagyjából mára ennyi, én borzasztóan éveztem ezt az első százast, remélem, hogy ti is ennyire éveztétek, és remélem, hogy a következő százas, meg az azutáni százas. Na jó, ennyi százas azért nem biztos, hogy lesz. Szóval, hogy az ezutáni részek azok még szórakoztatóbbak lesznek mindannyiunk számára. Még egyszer köszönöm, hogy velem tartottatok január elseje óta, meg az adás eleje óta, és hát tudjátok, találkozunk hétfőn, ami kedd. Sziasztok! Feliz Navidad!